A táplálkozás a kultúránk része, ahogy része az irodalom, képzőművészet, az építészet. Gasztronómiával foglalkozni és abban jártas lenni elsősorban nem hedonizmust jelent, élvezetek hajszolását, pontosabban nem jobban, mint élvezettel elolvasni egy verset, vagy megnézni egy kiállítást, hanem annak a kulturális örökségnek a megismerését, elsajátítását és művelését jelenti, amit az emberiség évezredek óta fejleszt, csiszol, alakít, továbbad, tovább megyek, divatot teremt vele. Nem kell költőnek lenni ahhoz, hogy felfedezzem a vers üzenetét, és mester szakásznak sem kell lennem ahhoz, hogy felismerjem egy ételköltemény ízes eredetiségét. Minden igény, műveltség, nyitottság és keresés kérdése. Ez mind-mind kezdetek óta ott van a teremtett világban. Isten ezt nekünk teremtette, nekünk alkotta. Ennek az igénynek, műveltségnek, nyitottságnak horizontját szélesíti Magyarország étele versenye, amiben most te is bekapcsolódhatsz, benevezhetsz. Kárpát-medence minden pontjáról, akár innen a szecesszió Szabadkáról, Délvidékről. Hozzájárulhatsz ehhez a nemzeti kincshez, gasztroörökséghez. Gazdag is te is nemzetünk kincstárát egy új recepttel. Hallottatok Szabadkáról és Blaha Lujza esküvői tortájáról, ami ebből a városból indult hódító útjára, vagy a szabadkai dinsztelt fahéjas almával, karamellel és csokoládéöntettel kínált palacsintáról, és a szabadkai bújtatott halpaprikásról, ami tavaly dobogós helyet ért el pont ezen a versenyen? Délvidékről, Vajdaságról, ahol csak egy nagy nevet említsek, Maurer Oszkár világhírű borai vannak, a vajai, a sültvai és a világon első osztályú búzaföldjeiről és gyümölcseiről ismert Pannonchíkságról. Ismerjük meg, szeressük meg, ápoljuk, és mi magunk is gyarapítsuk ezt a hihetetlen gazdag örökséget. Magyarország étele 2021. Nevezz be te is erre a versenyre.